Hello, sziasztok, én Spiller vagyok. Én pedig Jay-Z, sziasztok, ez itt újra a Royal Movie Studio. Nem mással készültünk nektek, mint... Grilland, az utolsó menedék című filmmel, így van. Hát magyar verzióba kaptunk egy kis alcímet is hozzá. Hát megérkezett Gerard Butler főszereplésével az utolsó film. Hát az utolsó egy-két évben mondhatni belehúzott, mert ott volt például az űrvihar is, mindenki ahhoz hasonlítja ezt a filmet, illetve ott van immárom a trilógiában bővült Támadás a Fehérház ellen filmek is. De most valószínűleg mindenki abból fog kiindulni, hogy azokhoz fogja hasonlítani, nem is a Támadás a Fehérház ellen, hanem inkább az űrviharhoz, mert témájában hasonló. Hát témájában hasonló, igen. Ugye egy üstökös tart a föld felé, amit ugye a tudósok elneveznek Clarknak. Összegezve nagyon jó a film. Oké, amit az előzetes adott, annál egy kicsit gyengébb, de nagyon összeszedett. Tudósok ugye elszámolják magukat, üstökös a föld felé tart, különböző darabjai leszakadnak belőle és becsapódnak a földbe, és hát egy akkora darab is, ami kihalást idéz elő. Tömeges pánik, és hát Gerard Butler, említettél a főszereplőnk, családapa, nem másra fókuszál, mint megvédeni, biztonságba akarja tudni a családját, Grönlandra, ahogy ugye a filmben is mondják, és az utolsó menedékre eljutatni őket. Tehát úgy összességében ebből áll a film. Így van, a film játék idejével úgy voltam, hogy maga ebben a kategóriában nem kell se több, se kevesebb. Nyilván Kurt Russell-val, Russell Crowe-val vagy Gerard Butler-rel könnyebb eladni már egy filmet. Főleg egy ilyen filmet, főleg egy űrvihar után is. Hát annál a filmen mindenképpen jobb, de igen, az előzetesnél valóban kevesebb, de hát ezt hollywoodi filmeknél megszokhattuk már, hogy nyilván valahogy el kell adni a filmet, valahogy túl kell hype-olni a mozi bemutató előtt. Azt nem mondanám, hogy csalódás volt, van egy felvezetés, nem mondanám, hogy hosszú felvezetés, de hát nyilván valamennyi felvezetés kell, rögtön nem csaphatunk bele a dolgok közepébe. Nő a feszültség, most mi lesz, megmenekülnek-e? De valóban ugye, amit te is mondtál, azon csodálkoztunk, hogy most egy kicsit váltott a koncepciót, és ugye, amit említettél nekem, a te ötletből kifolyólag megszokhattuk az ilyen katasztrófa filmekben, hogy ha valami közeledik, a csapatot toboroznak, fel kell menni az űrbe, ezt meg kell akadályozni, de amit te is mondtál, itt ebben a filmben ez nem történik meg. Alapból elkönyvelik azt, hogy az idejér, az becsapódik, menjen ki, amerre lát. Így van, megpróbáltuk megállítani a föld felé száguldó objektumot, de nem sikerült, vagy valami, de tényleg semmi nincs a filmben. A kormány csinál egy mentőakciót, kiválasztja az embereket, ahogy egy sablon ugye szokott lenni, azok biztonságos helyre mennek, a többiek meg hát kéjétek túl. Igen, elég ilyen... Armageddonba, Deep Impactbe, űrviharba, most muszáj ismételnem ezeket a címeket, azoknál mind ez volt, valamit próbáltak tenni, de hát ugye ez egyszerűen lehetetlennek tűnt, hogy oda emberek menjenek föl az űrbe, az aszteroidára szálljanak rá, vagy éppen az üstökösre, éppen ezért próbálták egy kicsit realisztikusabbá, hitelesebbé tenni ezt a filmet, hogyha most épp valaki bejelenteni, hogy napok, hetek múlva becsapódik valami, annyi idő alatt lehetetlen volna bármit is tenni, tehát inkább akkor arra fókuszálnak, hogy mindenki bújjon menedékbe, menjen minél távolabb a becsapódási ponttól, aztán valahogy próbálja meg túlélni. Hát most a hihetetlen hype-ok helyett most az emberek szemszögéből nézték magyarul. Igen, ebből a szempontból egy kicsit realisztikusabb volt, abból a szempontból egyrészt tetszett nekem, hogy egy kicsit újdonság volt, nem próbáltak semmit tenni, sem eltéríteni, sem felrobbantani, sem atombombát tenni a közepébe. Ezzel megint egy filmre utaltam, igen. Hanem egyszerűen elfogadták az akkori helyzetet, és annak függvényébe cselekedtek már rögtön attól a pillanattól kezdve, ahogy beindul a film. És igen, számomra ez egy kicsit így hitelesebb volt, abszolút. Gerard Butler zseniális volt, ahogy szokott, hát őtől meg is szokhattuk. Meg hát most volt egy űrviharunk, és akkor most utána még jobban el lehet vele adni a filmet, hogy most volt egy katasztrófa filmje, most akkor megérkezett az újabb katasztrófa film, hogy miben lesz más, miben tud újat mutatni. Mert az űrviharban eléggé össze volt zsúfolva minden ugye a film utolsó harmadára. Itt pedig úgy mondom, hogy volt egy felvezetés, de arányosan indult be a sztori. Így van. Nagyon arányosan indult be a sztori, szépen adagolva, és ki volt használva a játékidő gyönyörűen. Legközelebb jelentkezünk. Sziasztok! Hello, sziasztok! Én mondom, hetek óta mindenki csak erről a Clarkról beszél, erről a csillagközi istökösről. Nem, mármint érthető, ez eléggé. Nagy dolog. Nem látom Clarkot! Hát, lehet, hogy még alszik. Apa! Mit mondanak? Amit eddig is. Elszámolták. Egy csomó darabka van. Pusztítóan nagy. Az űrügynökségek szerint az emberiséget a kihalás veszélye fenyeget. Együtt kell maradnunk, érted, Pajti? Csak próbálunk biztonságba kerülni. Azok a katonai repülők grönlandi bunkerekbe tartanak. Nincs más esélyünk. Vissza! Behatolunk! Behatolunk! Hármas kifutópálya! Fegyver!
Gerard Butler. Esküszöm, hogy eljuttatom a családomat abba a bunkerba. Ebben biztos vagyok. Greenland, az utolsó menedék.